Most ünnepeltük a Sofroni erdőmenők képzésnek a 100 éves évfordulóját, amikor Selmecbányáról az első világháborút követően Sopronba került a képzés. Akkor is és azóta is ez egy kizárólagos, unikális képzés itt Sopronban. Tehát aki erdőmenők szeretne lenni, az csak Sopronban az erdőmenőki karon tanulhatja ezt a szakmát. Klasszikusan három lábon áll, mint egy háromlábú szék a megszerzett tudás. Egyrészt nagyon fontosak a biológiai ismeretek, másrészt a műszaki ismeretek, hiszen ettől mérnök a mérnök, ettől válik mérnök ki az erdőmérnök. És a harmadik lába ennek a széknek az az ökonómiai, illetve társadalomtudományi ismeretek, amelyeket a hallgatónak el kell sajátítania. Az elhelyezkedési lehetőségek meglehetősen szélesek, hiszen egyrészt az állami erdőgazdasági szférában, másrészt pedig a magánerdőgazdálkodásban is el lehet helyezkedni. Emellett a hatósági oldalon is sok kollégánk dolgozik, és hát a végzettségnek megfelelően egyéb lehetőségek is vannak, akár a természetvédelemben, akár egyéb szakigazgatási szerveknél az elhelyezkedésre. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, ez a szakmai összetartozás, hiszen mindenki Sopronban tanul erdőmérnöknek, ezért gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit, tehát ez egy nagyon összetartó, nagyon erős, kohéziós erővel rendelkező szakma, és ez megnyilvánul a mindennapok szintjén is, és megnyilvánul természetesen az ünnepnapokon is, amikor szakmánk nagyjait, vagy szakmánk jeles eseményeit ünnepeljük meg. És hát aki komoly biológiai érdeklődéssel, vagy akár már ismeretekkel rendelkezik, annak nagyon jó szívvel tudom az erdőmérnök képzést ajánlani, hiszen a természetben végzett munka, illetve a komoly mérnöki tudás ötvözete egy nagyon erős, nagyon magas presztízzel rendelkező szakmát jelent a mindennapjainkban. Tehát várunk mindenkit Sopronba az erdőmérnök képzésre, aki komolyan gondolja a biológia és a műszaki ismeretek együttes elsajátítását. Sziasztok! Jónas Zoli vagyok. Sopronban hallgatom az erdőmérnöki szakot immár harmad évem. Előtte itt végeztem a technikumban, szerves részévé vált az életemnek a szakma szeretete. Mindenkinek tudom javasolni, hogyha érdekli a természet vagy az erdő, akkor jöjjön ide. Én azért választottam ezt az egyetemet, mert Magyarországon ez az egyetlen hely, ahol ilyen képzés van. Nagyon jó a közösség, nagyon jó a gyakorlati képzés. Aki most szeretne ide jelentkezni, annak baráti szeretettel javaslom azt, hogy nyomja meg a matekot és a biológiát, mert nagyon fontos lesz a elkövetkezendő pár évben. Sopron egy gyönyörű hely, szerintem nagyon jó helyen van itt az egyetem. Mindenkinek szeretettel javaslom, hogy jöjjön ide. Jó szerencsét!